Szép napot kívánok a Kincsvadász minden kedves nézőjének! Mai állomásunk Maros-Sárpatak, ahol az egykori leányvár rejtelmeit fogjuk önök elé tárni. Szó lesz leányokról, mesés kincsekről és törpékről, úgyhogy tartsanak velünk! A Maros jobb oldalán, Várhegy és Maros-Sárpatak közötti domb aljánál vagyunk, ahol egykor a leányvár állott. És hogy miért leányvár? Erre keressük a választ. Ha leányváról beszélünk, akkor rögtön várakról, tehát többről kell beszélni. Ez azt jelenti, hogy 3-4 olyan település is van Erdélyben, Várhegy, vagy Százfenes például, vagy Selmecbánya, ahol ilyen nevű várom, vagy váromnak az emléke élt a 20. század során a köztudatban. Hogyha azt kéne nézni, hogy mi az eredet ennek, vagy mivel magyarázható, hogy ezek a várak ezt a nevet kapták, azt tudnám mondani ezzel kapcsolatban, hogy minden egyes esetben valami olyan történet kapcsolódik a várhoz, ami arról szól, hogy valakik a környező településeknek a lányait, a fiatal lányait elragadja és rabul lejti ezekben a várakban. A várnak mára már semmilyen szemmel látható maradványa nem maradt fenn. A 19. században Orbán Balázs és Teleki Domokos végeztetett némi ásatást ezen a területen, majd 1907-ben Téglás Gábor, de az első világháború utáni ásatások tönkretették az addigi maradványokat. Régészeti és történeti munkák alig említik, csupán Kővári László 1866-ban kiadott Erdély építészeti emlékei című könyvében szentel ennek néhány sort. A helyiek emlékezetében azonban még máig elevenen élnek a várról szóló legendák, sőt olyanok is akadtak, akik sokáig kincsek után kutattak ezen a területen. A Várhegy alatt található egy kisebb legelő, ahova a sárpatakiak a jószágaikat kihajtották legelni, és hát él a történet, hogy az erdőből, ugye a várból le egy ösvény, itt is ösvény van, ugye ér a Marosig, vagy van a Marosig, amit a legények hiába próbáltak ágakkal minden nap eltakarni, tulajdonképpen reggelre az ösvény meg volt tisztítva, és hát ez a magyarázat, hogy ugye akkor ezek a tündérek, szép lányok tulajdonképpen lejöttek, rendet tettek, és hát ugye a Marosban jártak fürödni. A következő történet arról szól, hogy egy lányt vittek, egy görögkeleti vallású lányt vittek Várhegyre keresztelni, és hát akkor a hídon találkoztak két szép lányjal a szülei, illetve a keresztszülei. És a harmadik történetben tulajdonképpen a törpék is, tehát ugye az üregeknek, a titkos üregeknek az urai is színre lépnek. Ezt a Maros-Sárpatakiak tulajdonképpen ördögüknek nevezik, és hát azt mondják, hogy itt időnként látható egy piros sapkás törpe ember, aki mindenféle dolgokat, például tüzet kér az arra járóktól, és hogyha nem teljesítik a kívánságát, akkor föltöz vágja őket. És hát akkor lenne az utolsó, ez Sáronberke, végül is talán ezek a legkedvesebbek számomra, mert ezeket gyerekkoromban még én a nagybátyámtól hallottam. De a történet arról szól, hogy a vár kincset őriz magában, és hát még a 20. század elején élt is egy történet, miszerint egy sáronberki lakos hosszú időn keresztül járt ki a várnak a helyére ásni, és hogy egyszer egy vasajtót is talált ezen a területen, de hogy a történet, vagy hogy mi is lett tulajdonképpen ennek az ajtónak a sorsa, az a titkok homályába vész. A vár emlékét néhány földrajzi név még ma is őrzi. Így például Felső Leányvárként emlegetik azt a közeli helyet, ahol egy római kasztrum volt, illetve a várdomb aljában elhelyezkedő mocsaras részt Leányvár tavának emlegetik. Érdekességként még elmondható, hogy a vár közelében haladt el a Traján útjaként emlegetett római út, illetve a II. Világháború idején itt volt szintén egy német tüzérállás, amely sikeresen tartotta fel az előretörő orosz csapatokat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kövessenek bennünket következő utazásainkban is. A viszontlátásra!